Választás 2010. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Munk Attila, az MR1 Kossuth Rádió választási műsorát hallják. Ilyen tájt a pártok listavezetőivel beszélgetünk. Mai vendégünk Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke. Üdvözlöm! Adjon az Isten jó napot a kedves hallgatóknak! A beszélgetés pedig felvételről közvetítjük, a felvétel ma délután készült. Az MR1 Kossuth Rádió egy átfogó felmérést készítetett a választások előtt. Igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy a választók milyen intézkedéseket tartanának a legsürgetőbbnek az új kormány hivatalba lépése után. A Jobbik szavazói is nyilatkoztak természetesen, és ők az élen az erőszakos bűncselekmények elleni lépést említették. Amikor pedig az ország legsúlyosabb problémáiról kérdeztük őket, akkor szintén a gyenge közbiztonságot állították a harmadik helyre. A Jobbik programjában a rendteremtés egyébként hangsúlyos elemként szerepel, és hogy a politikusok magukon kezdjék, a Jobbik azt javasolja, hogy a mentelmi jogot szüntessék meg az úgynevezett politikus bűnözés visszaszorítása érdekében. Miért akarják ezt eltörölni? Mármint a mentelmi jogot. Igen, nem pusztán a mentelmi jogot akarjuk eltörölni, hanem úgy általában a politikus bűnözés fogalmát akarjuk megszüntetni Magyarországon. Igen, csak ennek egy emblematikus intézkedése lenne. Igen, ennek az egyik emblematikus intézkedése, de majd azért mondanék emellett más intézkedéseket is. Azért, mert hiszünk abban a magyar igazságban, mondásban, hogy ő fejétől bűzlik a hal. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt 20 évet, akkor, és föltesszük a kérdést, hogy hogyan jutottunk ide, hogyan jutott ilyen mélyre Magyarország, ha most körülnézünk, nincs olyan területe az életünknek, ami rendben volna, akkor azt kell, hogy mondjam, nem az emberek, nem a magyar emberek a felelősek azért, hogy ezt az országot tönkretették, hanem a politika, a politikusok. Az emberek felelőssége, a magyar emberek felelőssége inkább abban mutatható ki, hogy hát túlságosan hiszékenyek és jó hiszeműek voltunk az elmúlt 20 évben, hagytuk magunkat félrevezetni. Igen, miközben mi sem védenénk igazából a bűncselekményeket elkövető politikusokat, de a mentelmi jog minden demokráciában létezik, a visszaélés a mentelmi joggal nem létezik. Tehát mentelmi jog van, a politikusokat valójában meg kell védeni attól, hogy mindenféle perbe belerángassák őket. Itt nagyon sok esetben Magyarországon a mentelmi jog visszaélése zajlik, tehát hogy bizonyos jelöltek, képviselők szeretnének lenni, kopogtató cédulát gyűjtenek azért, hogy a mentelmi jog mögé bújjanak. Hát vagy azért említsük meg a Dávid Ibolya és Herényi Károly körül kialakult ügyet és esetet, ott is ugye a mentelmi jog mentette meg Dávid Ibolyát és Herényi Károlyt attól, hogy az igazságszolgáltatás elé kelljen állniuk. Hát van, gondolom, ugye a mentelmi jognak van egy normális procedúrája a parlamentben, szavaz erről. Így van, és én azt gondolom, hogy a magyar társam teljesen joggal érzi azt, hogy ez a mentelmi jog már nem arra szolgál, amire annak idején létrehozták, hogy védje a főképpen az ellenzéki képviselőknek a szabad véleménynyilvánítási jogát mondjuk a kormányzati támadásoktól, hanem ez ma már adott esetben a politikusok bűncselekményeinek, törvénysértéseinek az elfedését szolgálja. Van egy ilyen társadalmi akarat, mi ennek a társadalmi akaratnak nagyon szívesen megfelelünk. Nyilvánvalóan a képviselők jogállását majd valamilyen módon rendezni kell, de hogy ez a jelenlegi mentelmi joggyakorlat Magyarországon rossz, ezt vállaljuk. És azt szeretném, bocsánat, csak egy mondatot még, hogy mi azt szeretnénk, hogyha a politikusok által elkövetett törvénysértésekre úgy tekintene a bíróság, mint minősített esetre. Vagyis, egy politikus valamilyen törvényt megsért, akkor ne az járjon a fejében, hogy hú, hát mentelmi jogom van, meg fogom úszni, hanem az járjon a fejében, hogy te atya úristen, ha ezt elkövetem, akkor én dupla büntetést fogok kapni, hiszen törvényalkotóként a törvényt sértek, akkor én duplán büntetést. Igen, ez egy kérdés, hogy ugye önök sokszor azt mondják, hogy a törvények betartására kell törekedni, de ez azért ellentmond a törvény előtti egyenlőségnek, tehát hogy a politikusok de ismeri a jog azt a fogalmat, hogy minősített eset, és én azt gondolom, hogy a politikusok által, akik a törvényeinket alkotják, ha már azok sem tartják be a törvényeket, akik hozták, akkor az egész törvényességet meg foljuk, és ezért gondoljuk, hogy igenis a politikusokon legyen dupla felelősség az iránt, hogy a törvényeket be kell tartani. Ja, említettem, hogy a választási kampányban több olyan eset is előfordult, hogy mentelmi jogra vadásztak képviselőjelöltek. Ezek között volt Budaházi György is, aki számára a Jobbik tagjai is gyűjtöttek kopogtató cédulát, és a Jobbik államfőjelöltje Morvai Krisztina támogatta ezt a kampányt. Erről hogyan gondolkozik ön, hiszen Budaházi Györgyöt alapos gyanúval előzetesbe helyezték, terrorcselekmény gyanúja. Igen, én nem vagyok jogász, de amit erről az ügyről hallottam Gaudi Nagy Tamástól, Morvai Krisztinától, az alapján tudom, hogy azért az eljárás során és a fogvatartásuk során nagyon sok szabálysértés történt, tehát most már jó ideje vádemelés nélkül tartják őket börtönben. Igen, de és én azt gondolom, megalapozott gyanúval, hát ez a magyar jogrend. Persze, hát a magyar jogrend hajlékony, meg általában a jogrend hajlékony, tehát föl lehet mindenre használni. Én vállalom azt, amit a Jobbik vállalt, hogy itt politikai foglyokról van szó. Igen, de Budaházi amelynek, és azért az is furcsa, hogyha belegondolunk, hogy például Budaházi György egyik tárgy perének ítélet illetése éppen április 9-én pénteken a kampánycsend előtt utolsó napon lesz. Tehát én ebben nem tudom félretenni, ne haragudjon, hiszen én úgy érzem, hogy itt politikai indítatásra sajnos a bírósági joggyakorlatot irányítják. Igen, de Budaházi Györgyöt terrorcselekmény gyanújával helyezték előzetes letartóztatásba. A gyanú az, hogy futballlabdába rejtett bombát akartak robbantani több országgyűlési képviselő házánál. Az egyik képviselő azt is nyilatkozta, hogy lehet, hogy gyerek is lett volna ebben a házban. Igen. Tehát valójában mentelmi
jogot adna, csak kérdezem egy olyan embernek, aki most nem tudjuk, hogy mi lesz a per végeredmény, de ez egy gyanúsítható. Függetlenül a mentelmi jog eltörlését tartom fontosnak, ez a Jobbik programja, úgyhogy szerintem térjünk vissza a programunkra, mert még ez a beszélgetés, ez erről kell, hogy szóljon. Zajlott egy vita arról, hogy Morvai Krisztina, az államfőjelölt egy kerékbilincs levételénél élt vagy nem élt, ugye két egy tagadás, egy állítás van a mentelmi jogával. Mit gondol például erről az esetről? Hát én Morvai Krisztinának hiszek. Tehát de ha hiszem, a B-verzió hogy... lett volna, akkor ez súlyosan elítéli? Tehát hogyha bárki a Jobbikból hát mentelmi jogra hivatkozik... Ez most ezzel az örövöl, hogyha mondjuk örül kiderülne, hogy nem tudom, milyen bűncselekmények részes esetleg drogterjesztő, akkor azt elítélném természetesen. Tehát most ez ilyen, mintha dolgokról hát szerintem ne beszéljünk. Hát feltételes módban is lehet végül is beszélgetni. Morvai Krisztina kiadta ezzel kapcsolatban a közleményét, én ezt a közleményt tartom az én számomra véleményformálónak. Visszatérünk a Jobbik programjára. Köszönöm. A közbiztonság javítása szempontjából szükségesnek tartják a csendőrség felállítását és a rendőrség megerősítését. Beszéljünk a csendőrségről. Miért kell egy külön szervezet? Van egy rendőrség, épp elég embert foglalkoztat. Miért kell egy külön szervezetet létrehozni? Nagyon-nagyon fontos és jó kérdés, hogy ez végre el tud hangozni, hiszen ezt felszokták tenni lakossági fórumokon is. Számtalan európai országban működik a rendőrség, és a csendőrség egymással párhuzamosan, egymás mellett, de egymással szoros összefüggésben. És nem titok, a mi szakmai programunk kialakításakor is volt egy vita a szakmai kabineteken belül, hogy a csendőrséget a rendőrségen belül, esetlegesen a körzeti megbízott rendszer megerősítésével vagy rendőrös programmal vezessük-e be, vagy pedig ettől függetlenül. Azért döntöttünk mégis a független kialakítás mellett, mert úgy érezzük, hogy a rendőrségnek a rendbetétele az sajnos jóval több időt vesz igénybe, mint amennyi időnk van arra, hogy a közbiztonságot megvédjük. Igen, a rendőrség majd ezzel megkettőznek a rendőrség... szervezetet, aminek éppen egy másik szervezetnek a hatékonyságára kellene törekedni. Milyen hatáskör lenne? Ez az ön hipotézise, hogy megkettőznénk, vagy hogy a hatékonyságon ez rontana. Még egyszer mondom, Európában számtalan pozitív példa van arra, hogy rendőrség és a csendőrség egymást jól kiegészítve tud működni, és a rendőrség sajnos jelenleg egy olyan Bermuda háromszög, amin belül a jó kezdeményezések elvesznek. Idő fog még eltenni addig, amíg a rendőrséget rendbe tesszük, és szükség van egy olyan vidéki rendvédelmi szervre, ez lenne a csendőrség, amelynek semmilyen más feladata nincs, mint a helyi viszonyok ismeretével, felhatalmazással, felszereltséggel rendelkezve a helyi közbiztonságot védje. De ez egy centralizált szervezet lenne, kinek a parancsait hajtja? Nyilvánvalóan a rendvédelmi minisztérium irányítás alá tartozna, úgy, ahogy a rendőrség is. A csendőrségnek a szervezeti felépítésében sokkal inkább az önkormányzatoknak a befolyását erősíteni. Igen, de azt mondja, hogy decentralizálni kellene a rendőrséget, tehát hát a helyszínet például és nem kell külön szervezetet. Mi meg úgy gondoljuk, hogy kell. És sokkal gyorsabb és sokkal hatékonyabb ez a decentralizáció a csendőrség, mint új intézmény létrehozása által. Mint hogyha a rendőrségen belüli hosszú-hosszú és mindeddig sikertelen reformokban látnánk a jövőt. Lenne a speciális jogköre. Ugye ön is tudja, hogy a csendőrség szó Magyarországon, a csendőrség történetéhez fűződnek sötét emlékek, és népi írók sora írt arról, hogy milyen jogsértéseket követtek el a csendőrök még a háború előtt. Lenne speciális jogköre, és hogyan próbálnák kivédeni azt, hogy ez a negatív történelmi emlék ne befolyásolja a csendőrség működését? Én azért nem hiszem, hogy a magyar csendőrségnek a történelmi megítélése kizárólag negatív volna. Tehát én azt látom, hogy vannak olyan rétegek a társadalomban, akikben van negatív érzés. Van egy félelem érzet, nyilvánvalóan a csendőrséggel kapcsolatban. És ez egy nagyon szűk rétegre jellemző, és a magyar társadalom, főképp a vidéki társadalom nagy egészében pedig pozitív emléket ébreszt a csendőrség fogalma, hiszen a csendőrség ez a biztonságot, a rendet, a bűnözők visszaszorítását kapcsolja még mindig az idősebb korosztály. És azt gondolom, hogy ezzel nekünk nem kellene megbirkóznunk, a csendőrség önmagáért állna hitelt azzal, hogyha fölállna végre ez a rendvédelmi szerv, és biztosítaná a vidéki emberek nyugalmát. És milyen jogköröket kapna speciális? Hát ezt már a szakmának kell eldönteni, nem vagyok rendvédelmi szakember, hogy ez azok fontos kérdés, hogy milyen jogköröket kapna egy új rendvédelmi, tehát magyarul az államnak egy új erőszakszervezete. Hát ugyanazokat a jogköröket kellene kapja, ami egy rendvédelmi szervnek szükséges ahhoz, hogy a közbiztonságot ellássa. Tehát ennek a részleteiben én mivel nem vagyok ennek szakember. Magyarul a rendőrség jogköreit? Miért kellene megduplázni? Hát azt mondja, hogy ugyanolyan jogköröket kapna, vagy nagyjából ugyanolyan jogköröket. Hát attól nem duplázunk meg, hanem a rendőrséggel hasonló jogköröket élvezne a csendőrség is, hogy aztán ezen belül milyen szakmai finomságok vannak ebbe, ha nem haragszik, akkor én nem mennék bele, mert nem vagyok szakértője nyilvánvalóan ennek a kérdésnek olyan mélységig. Fontos kérdés. Hát fontos kérdés, és nagyon remélem, hogy erre majd a rendvédelmi kabinetünk kap egy meghívást a Magyar Rádiótól, hogy bővebben kifejtse a részleteket.